mint a zősz, szőlőhegyen jár a csősz, vállán villó puskacső, levegőbe belelő, dír-dúr belelő. Menekül a szarkahat, éhes seregé csapat, vígszületből kimarad. Megérett a körte alma, rád mosolyog piros falma. Almahegy, körtehegy, kirándulni boltba megy. Ni a fecskék, ni a fecskék, dróton ülő hangjegyecskék. Őszi szelek megtanulták ezt a kottát, fújják, fújják. Hát a gólyák merre járnak, piramisok felé szállnak, árva fészkük várja őket, míg tavasszal visszatérnek. Messziről int a napsugár, elmúlt a nyár, elmúlt a nyár. Hazaballak hegyről a csősz, s átveszi őrhelyét az ősz. Iskolába járok őszön, mert már 6 éves vagyok. Hátamra veszem a táskám, és indulok, mint a nagyok. Igyekszem majd megtanulni, mielőbb az ABC-t. Meglepem az anyukámat, én olvasok majd mesét. Hátamon a háti táska, indulok az iskolába. Kinőttem már az óvodát, most kezdem el az iskolát. Én bizony nem tétovázok, tanulásnak lelkivágó. A bátyámról példát veszek, tanulásban első leszek. Elsős leszek, akár hiszed, akár nem. Nagyon jó az én kedvem. Tudod, minek örülök? Iskolába kerülök. Szép volt a nyár, szép nagyon. Sütkéreztem a napon, de jaj, homokváram összedőlt, a sárkányom elrepült. Nincs már minek maradnom, van helyette más dolgom. Nagy vagyok már, iskolás, kezdődjön a tanulás. Életem legnehezebb időszaka az iskola. Sokszor merül fel bennem a kérdés. Miért kell suliba járni? Majdnem az egész osztály azt mondja. Azért, mert ha nem jársz, buta maradsz. Mások azt mondják, hogy nem kell, mert könyvekből megtanulja a felnőtt dolgokat az ember. Sokat gondolkoztam ezen. Végül megkaptam a választ. Azért kell suliba járni, hogy megtanuljak írni, olvasni, meg számolni. Máskülönben nem találok munkát. De most tekintsünk bele egy iskolai napba. Először bemegyek az ajtón, aztán köszönök nekik, és nekem is köszönnek. Aztán játszom a barátaimmal, és most írom ezt a mesét. Aztán kicsöngetnek, becsöngetnek, de én egyszerűen nem bírok munkához látni, ugyanis állandóan az jár a fejemben. Miért is kell nekem suliba járni? Van egy
remek ötletem, elmondom, nem titok, hogyha egyszer felnövök, én is iskolát nyitok. Csak azt ne higgyétek, hogy nincs ki a négy kerekem, és a sanyargattatást lipsz-ropszra elfeledem. Hisz nem lesz ez a féle ilyen-olyan tanoda, világszerte híre fut, és maga lesz a csoda. Na ne tartsd a szádat, inkább helyezd a fület. 10 perces tanóra, s 40 perces szünet. Nem lesz kilométeres számolási feladat, a verstanulásból is mindössze a cím marad. Jól fartni lesz már a lecke, s könnyű, mint az egyszer egy. Nem kap igazolatlant, aki néha be sem megy. Na de ez még mindig semmi, ide hallgass, halihó. Tanév hosszúságú lesz a víg vakáció. Tavaszolás, őszelés, telelés, meg nyaralás, közben itt ott akad majd valamicske tanulás. Persze most a felnőttek fejcsóválva azt hiszik, hogy az a sok tudomány egyszer s mind majd elveszik. Kérem aggodalomra, higgyék el, hogy semmi jog, mivel nem én vagyok az, aki bármi őt kifog. Feltalálok egy könyvet, olyan csuda egyszerű, hogy ne kelljen keselvel böngészni a sok betűt. Este pátán alá helyezzük csak igazán, seggelre a fejünkbe száll a tenger tudomány. Kedves első osztályos gyerekek! Biztosan régóta számlálgattátok már, hányszor kell még felkelni, hogy elkezdődjön az iskola. Ez a nap is eljött. Iskolánk, tanáraink és a diákok nevében köszöntünk titeket. Iskolába szépen köszöntelek, itt az idő kicsi gyermek, vedd magadhoz tollat könyvet, ne félj és ne ijedj meg, a tanítók nem esznek meg. Este nézve a mesédet, hónapra készítsd elő a könyveidet. Reggelente korán kelj, az iskolába tanulni kell. Tanulj szépen és játékosan, gyarakodj okosan. Kis játékot elhozhatod, de ígérd meg, hogy órán nem mutogatod. Tanulj szépen kitartással, bírj az olvasással, írással. Az idők múlását észre sem veszed, már tudok számolni a tízesekkel. Gyere bátran, nem kell félni, jól fogod magad érezni. Igaz lesz is sok új dolog, meglásd, hamar megtanulod, hogy melyik lesz a tanterv, hogy... Melyik lesz a tantermed? Táskát hova kell majd tenned? Melyik füzet mire való? Hová nyílik a sok ajtó? Tornaterem vagy öltöző? Tanterem vagy az ebédlő? Megismered majd a járást, megkedveled a tanulást, pajtásokat, tanítódat, aki jóra, szépre oktat. Játszva fogsz majd tanulgatni, írni, olvasni, számolni. Kezdődik az utazás, a csengő már csenget, kívánunk hát jó utat, s hozzá vidám kedvet. Thank you.
sem fogja befolyásolni, hogy azért nem minden dolog lesz úgy, ahogy itt elhangzott a műsorban. Sajnos rossz hírek van a gyerekek számára, az órák hosszabbak lesznek, mint a szünetek. Lesznek matematikai feladatok is, és bizony a versenynek csak az ígyét kell majd megtanulni. Gondolom én, de ez így van rendjén. Tisztelt vendégeink, kedves gyerekek, tisztelettel és szeretettel köszöntöm tanító ünnepségünkön megjelent valamennyi tanítványunkat, szülőket, kollégákat. Ilyenkor, amikor szép ünneplőbe öltözünk, iskolai ünnepséget szervezünk, mindig búcsúzunk is valamitől vagy valakiktől. Nem is olyan régen volt 8-osaink és szakiskolásaink búcsúztatása, és a tanévzáró ünnepség időpontja sem tűnik távolinak. Most, szeptember 2-án, a nyarat búcsúztatjuk és a több mint 2 hónapos nyári szünidőt. A búcsúzás persze együtt jár egy új dolog kezdetével, új remények megfogalmazásával, a változások iránti várakozással. Nagyszerű dolog a vakáció, a gondtalan pihenés, a kikapcsolódás, de azoknak, akik az otthonukon, családjukon kívül a legtöbb időt az iskolában töltik, úgy is mondhatnám, hogy akinek az iskola a második otthona, az egy idő után, annak egy idő után hiányérzete támad. Hiányoznak a társak, a gyerekzsivaj, a megszokott környezet, a sok ismerős arc. A nyári szünetben kipihenhetjük magunkat, erőt gyűjtöttünk, tele vagyunk tervekkel, elképzelésekkel. Meggyőződésem, hogy ez az egyik feltétele és biztosíték a sikeres munkának. Kedves gyerekek! Rövidesen minden olyan kérdésre választ kaptok, ami ilyenkor foglalkoztat benneteket. Lesznek-e új tanárok és új osztálytársak? Vannak-e változások az épületben? Milyen lesz az órarend? Nem sokára mindez kiderül, hiszen kezdetét veszi a 2013-2014-es tanév, és a tanévnyitó ünnepség utáni órákban sok új dolgot fogtok hallani. Az iskolakezdéssel kapcsolatos legfontosabb hírem az, hogy minden készen áll, és rendben várja az indulást. Megszépültek a tantermek, új játékok kerültek az alsó tagozat udvarára, ahol megépült a labdafogóháló és az udvar lezáró kerítés is. Korszerűsödött főépületünknek vízrendszere. Örömteli a fejlődés, de maradt még feladatunk. Újabb játékokat szeretnénk telepíteni, és fák cserjék ültetésével szebbé, barátságosabbá tenni iskolakertünket. Ennek megvalósításában rátok is és a szülőkre is számít. Valamennyi tankönyvünk megérkezett, és az országos tendenciával ellentétben nem csökkent a tanulók létszáma. 68 új első osztályoson kezdi meg tanulmányait iskolákban, és az általános iskola különböző évfolyamaira 18 tanuló iratkozott be. Szinte minden osztályban lesz új tanuló. Szeptembertől 6 új pedagógus kezdi meg munkáját iskolákban. Nekik eredményes munkát, pedagógiai sikereket kívánok nálunk. Elmondhatom tehát, hogy felkészültünk az új tanévre, a tárgyi és a személyi feltételek biztosítottak egy eredményes, sikeres tanév megvalósításához. Azon fogunk dolgozni, hogy a tanévzáráskor elmondhassuk, a 2013-2014-es tanév minden korábbinál sikeresebb és eredményesebb volt. Ehhez a pedagógusok elkismeretes munkáján kívül szükség lesz a tanulók szorgalmára, igyekezetére is, remélem, ebben sem lesz hiány. Ahogy már korábban említettem, 68 új első osztályos kezdi meg tanulmányait iskolában. Történelmi pillanat tanúi vagyunk, hiszen ilyen népes első évfolyam még soha nem volt iskolánkban. 3 osztályt indítunk, ami szintén páratlan dolog iskolák történetében. Kedves gyerekek, kedves első osztályosok, külön szeretettel köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy iskolások lettetek. Fekete István általános iskola nagy gyerek közösségének tanulói. Hosszú tanulmányi munkátokat egy szép iskolában kitűnő feltételek között kezdhetitek meg. Minden tanévben nagyon sok feladat vár a diákokra. Mégis azt hiszem, hogy a legnagyobb, a legizgalmasabb próbákat nektek kell kiállnotok ebben a tanévben. Az első osztályosként megtanultak írni, olvasni, számolni, és az iskolai élet gyakran szigorúnak látszó szabályait is megismerhetitek. Ebben segít nektek Timi néni, Réti néni és Ica néni, akik nagy szeretettel vártak és fogadnak benneteket. Kívánom mindnyájatoknak, hogy érezzétek jól magatokat iskolánkban, tanuljatok szorgalmasan, legyen sok élményben, sikerben részetek.
Tisztelettel köszöntöm a gyerekeket elkísérő óvónőket is, akik áldozatos munkával felkészítették az apróságokat az iskolai életre, és köszöntöm legifjabb tanítványaink szüleit is, akikkel remélem hosszú ideig fogunk együtt dolgozni, gyerekeink és az iskola fejlődéséért. Tisztelt szülők, kedves gyerekek! Bizonyára mindenki értesült már az oktatásunkban bekövetkező jelentős változásokról. Például arról, hogy kitolódik a kötelező iskolai foglalkozások ideje, mennő a délutáni foglalkozások száma. A változásokról a tanév első napjaiban sokat fogunk beszélni. Igyekszünk minél részletesebben tájékoztatni a tanulóinkat és a szülőket is. Kérem a szülőket, kísérjék figyelemmel honlapunkat, jöjjenek el minél nagyobb számban az első szülő értekezletre, amely minden osztályban szeptember első felében lesz. Tantestületünk tagjai azon fognak dolgozni, hogy az oktatási változások kedvezően befolyásolják iskolai munkánkat, minél több hasznos, változatos, érdekes programot valósítsunk meg, segítve ezzel tehetséges tanulóinkat és a segítségre, felzárkózásra váró, szoruló tanulóinkat egyaránt. Tisztelt vendégeink, kedves gyerekek, ünnepségünk végéhez közeledve hagyományainknak megfelelően felolvasom azoknak az osztálytanítóknak is, osztályfelnököknek a nevét, akik a következő tanévben irányítani fogják tanulóink munkáját. Első A osztály, osztálytanítója Passzáni Taragó Tímea, első B osztályi Tóthné Gyetvai Gertrúd. Első C osztályi, milyen furcsa ezt kimondani, az első C osztály osztályfőnöke Tóthné Palmár Ilona. Második A osztályban Bakosni Ágvás Katalin, második B osztályban Bakos Miklós, harmadik A-ban Tóthné Bálint Erzsébet, harmadik B-ben Horváth Gabriella, negyedik A-ban Sárkányi Tóth Katalin, negyedik B-osztályban Kocsisné Kádár Mária lesz az osztálytanító. A felső tagozatos osztályfőnök neve. Ötödik A-osztály vezetője Hajtni Molnár Éva, ötödik B-osztályi Tóth Mágyás, hatodik A-osztály osztályfőnöke Podor Mária, hatodik B-i Rizné Torbai Nóra, a hetedik A-osztályt Kovácsné Kerős Éva, a hetedik B-osztályt Vasné Bodó Edina, a nyolcadik A-osztályt Tordai Kinga és a nyolcadik B-osztályt Gergely Éva tanárnő vezeti. Szakiskolás osztályaink vezetői, tizedik osztályban Kostenszki Gábor, tizenegyedik osztályban Pince Jánosné és a végzős osztályok osztályfőnöke Márkosné Csánki Márta. Tisztelt vendégeink, kedves gyerekek, kedves kollégák, ünnepségünk végén sikeres, vidám tanévet kívánok mindjártunknak. A 2013-2014-es tanévet megnyitott.